Pinta József nagyon magasról kémleli Európát, azon belül a Kárpát-medencét, azon szűkebben Budapestet, és valamit nagyon tud és nagyon észrevett, hogy Európa legszebb hölgye nyújtózik Budapest közepén, amit úgy hívunk, hogy Duna, és Pinta József ennek a városnak szerelmese. Házai Budapest arculatának meghatározó elemei. Neve fogalommá vált, épületei fél évszázad alatt mindig egy-egy új korszakot jeleztek a Duna mindkét partján, amelyet közelebb szeretne hozni városához. A Dunát és Budapestet is imádom. Bárhova megyünk a világba, Párizsba, Rómába, Firenzébe, akárhova a feleségemmel együtt, mindig nagyon jó hazajönni. Pesten mindig jó hazajönni. Hitem szerint Budapest minden lehetősége meg lenne, hogy Európa egyik szellemi, kulturális, turisztikai centruma legyen, és nagyon örülünk annak, hogy a turizmus kezd igazán felfedezni, főleg a fiatalok, hogy Budapest gyönyörű, Budapest halatlan izgalmas, izgalmas volt mindig, amióta van Budapest. A 19. század végén alakult ki a nagyon híres, európai hírű szállodasor hatalmas teraszokkal, és akkor sik volt ülni a teraszokon, és óriási társasági élet volt, az úri közönség itt korzózott állandóan, szóval hatalmas élete volt. Aztán egyedül a egykori Bristol, a Dunaszálló maradt meg a mai, aztán Marriottnak a déli oldalán. Felmerült, hogy itt vissza kéne állítani a Dunakorzót. 66 elején írtak ki egy ilyen vállalatok közötti pályázatot arra, hogy az Intercontinental, amelyik már akkor egy leszerződött nagy amerikai cég volt, Magyarországra leszerződött cég, annak a szállodája megépült, mint első nemzetközi szálló Budapesten. És ezt a megbízást aztán megnyertük. Az Andrássy út fantasztikus városrendezési, urbanisztikai cselekedet volt a maga idején, de pont a belvárosi beérkezése az nem igazán alakult ki soha. És ezt a házat, amikor ide tettük a 80-as évek végén, nagyon sok feladata volt. Az egyik az, hogy valamilyen szinten az Andrássy út végét jelezze, és egy másik nagyon nehéz és fontos szempont, hogy a Deák tér felől ne vágja el a bazilika kupoláját, a kupola dobját. Mániám volt akkor, és talán be is vált, hogy a Deák Ferenc utca viszont a metró és a Vörösmarty tér összeköttetésével Budapest egyik legforgalmasabb gyalogos utcája kéne legyen, most már lényegben az. És ezért a Kempinski tulajdonképpen két arcú, Jánusz arcú dolog, az egyik irányba egy ilyen zárt palotavilág, a másik irányba viszont kinyílt ezzel a nagy, hatalmas félkör alakú beharapással, ami egyrészt irgalmassá teszi az épület tömegét is. Szinte az egyetlen olyan épületem, ahol nem volt vita arról, hogy ennek a háznak nagyon elegánsnak kell lenni, igazi irodaháznak, hogy nem beszekedtünk azért, hogy a gránit az igazán gránit legyen. Azért szerettem a gömbölyű felületeket, ha van alkalmam rá, ilyet csinálni nagyon kevés alkalmam van rá, mert ott a fénynek különleges játékai vannak. Mindenki elcsodálkozik, amikor megkérdezik azt, hogy Budapesten melyik a kedvenc házam, és azt mondja, a rendőrség. Az építész, aki felnő, az azonnal hagyja abba a szakmáját, szóval a gyerekkornak a játékos vágya kihal valakiből, akkor már nem érdemes élni. Nem szabad egy nagyon egyszerű szikár szériaházat csinálni, hanem valamit, ami benne van az informatika jövője, izgalma, tudománya, játéka, közösségi létezése. Ez egy halatlan izgalmas valami, ami alakul, hát ez életünk maga. Aki igazán jó befektető, azt tudja, hogy a szép is befektetés. Ez is ez a tervező taktikai érzékére
is van bízva, és persze a befektető megbízó partnerekre, hogy mennyire értik a háznak a lényegét, az, hogy minden ház közösségi épület. A legkisebb villa, a legkisebb családi ház is közösségi épület, mert nagyon sokan látják. Én is nagyon szeretem a zöldet és a közösségi létezést, és ezt a tetőkertet például nagyon szeretik a nyugdíjasok meg a kismamák, mert a környéken nincs zöld, ez egy nyugalmi. Szerintem ez mindig bele kell férni az építész koncepciójába a zöld. Azért a világ úgy épül, hogy a praktikus szempontok is működnek. Az üzleti szempontokat, a pénz szempontjait össze kell mindig egyeztetni az emberek szempontjaival. Persze az utóbbi a fontosabb. És az embernek vannak álmai, vágyai, elképzelései, fantáziál, aztán, hogy ebből mi lesz, azt a való világ eldönti. Ezt az életre hivatott, életre keltett várost kellene tovább folytatni, közlekedésébe, építkezéseibe, térakotásaiba, mindenbe. Hát én remélem, hogy még sokáig szerethetem.